A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 3. B osztályosai sikeresen szerepeltek a Küri Országos Matematika Verseny megyei döntőjén. A részletekről felkészítőjükkel Kiszelák Edit tanítónővel beszélgettünk. A vírushelyzet miatt a gyerekek most az iskolában és nem Szolnokon versenyeztek. Idén itt az iskolában írták a gyerekek a versenyt, tanteremben, természetesen egyébként ugyanúgy, ahogy ott is írták volna, feladatlapot kaptak, és töltötték ki ugyanúgy 60 perc állt a rendelkezésükre, mint egyébként is szokott. A tanítónő osztályában sok matematika iránt fogékony gyermek van, akik jól átlátják a feladatokat és ügyesek is. Mi már azért harmadik osztályban úgy veszük át a gyerekeket az alsóbb évesektől, hogy puhatolózunk, hogy ki az, aki matematika iránt fogékony és kedve is van csinálni ezeket a feladatokat, hiszen tényleg másfajta irányultságot igényel, mint egy órai feladat. Akiknek van ahhoz érzékük, hogy ezeket a versenyfeladatokat átlássák, és ügyesek benne. Bár én egyébként azt is szoktam mondani a gyerekeknek, hogy igazság szerint az is jöhet, akinek csak kedve van, hiszen azért ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy órán ügyesek legyenek, és semmi baj, hogyha nem ér el olyan versenyeredményt, jön velünk, csinálja, az a lényeg, hogy kedve legyen, hiszen anélkül nem megy. A matek verseny nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy órán ügyesek legyenek, és semmi baj, ha nem ér el olyan versenyeredményt, az a lényeg, hogy kedve legyen, hiszen anélkül nem megy. Véli a tanítónő, akinek szép sikereket értek el diákjai. A legjobb helyezést Béres Dóri érte el, második lett. Szabó Glenda harmadik, Szabó Máté negyedik, Berecki Zétény ötödik, Lőrinc Mátyás hatodik, Kis Hanna hetedik, és Szentesi Linda nyolcadik helyen végzett. A tanítónénitől ötöst kapnak, osztályfőnöki dicséretet, illetve akik magasabb helyezést értek el, igazgatónéni is megdicsérte őket. A gyerekeket a matematika felé játékos feladatokkal, eszközökkel, társasjátékokkal motiválja a tanítónő, aki minden feladathoz megkeresi azt a fajta játékos tevékenykedést, amivel megértik azt, és szívesen tanulják az egyébként nem könnyű tárgyat. Nyilván azért mi is kellünk hozzá játékos feladatokkal, minél játékosabb feladatokkal, eszközökkel, nagyon sokat játszunk, társas játékokat szoktam nekik behozni, kockázunk, tényleg minden feladathoz megkeresem azt a fajta játékos tevékenykedtetést, amivel ők ezt megértik, és kedvük lesz hozzá, de nagyon szívesen csinálják, hál' Istennek, úgyhogy élvezik.